Köszöntöm a nézőket! Ezúttal helytörténeti gyűjteményem egyik újabb darabját szeretném önöknek bemutatni, amely nem más, mint a város első turisztikai kiadványa. Az évszám és impresszum nélküli 12x20 cm-es, 16 oldalas, fényképes propagandafüzet többek között a hátlapján a Budapestről való lejutás közlekedési térképét is tartalmazta. A nagyközség idegenforgalmát már a század előttől fogva tudatosan fejlesztették, és jó részt a Duna adottságaira építették. A fürdőkultúra és az úszás akkor lendült fel itt Pakson, amikor 1886-ban Schwarz Salamon, paksi fakereskedő felépítette és megnyitotta az első dunai zárt medencés fürdőjét, fürdőházát itt a korzó melletti sétányon, amelyről azt írták, hogy ritka nagy látogatottságnak örvend, olyannyira tömve van az a reggeli óráktól kezdve késő estig, amidőn is kivilágítva is használják. Ez az első fürdőház azonban tartósan nem maradt fent, és a nyári fókusz fokozatosan a túlsó féli Zátony-szigetre helyeződött át. Már az első világháború előtt, pontosan 1912-ben országos lapokban hirdette az előjáróság által fenntartott Paksi Fürdőbizottság a túlsó féli Paksi-sziget homokstrand fürdőjét. 1920-ban a megyei újság is hírt adott róla, hogy a Paksi Duna Pest megyei oldalán igen élénk népes fürdőélet kezdődött. A sok fővárosi család nyaralása élénkítően, fellendítően hatott a község idegenforgalmára. A főutcai Goldsteinház története kapcsán már említettük, hogy Ignótus Pál, aki gyakran vendégeskedett itt Pakson is, megírta egyik művében, hogy Paksra bizony nem azért jött az ember, hogy az idejét a szobában töltse. A vízpartban rejlő lehetőségek kiaknázója Hága József nyugalmazott hajóskapitány volt, aki korábban a Dél-Német Dunagőzhajózási Társaság hajóparancsnoka volt, majd később pedig a Danubia Hajózási Vállalat Kft.-nek az ügyvezetője, aki 1926-ban nyitotta meg a Duna legszebb kosaras kétmedencés nyílt vízi uszodáját itt a korzó melletti partnál, amely nagyon hamar Messzeföldön népszerűvé vált. A fürdő bemutatását a korabeli megyei sajtóból idézem. A külön férfi és külön női uszodának 80 öltöző fülkéje, napfürdője, telefonja és rádiója van. Esténként cigányzene szórakoztatja a közönséget, mert az uszoda vendéglő is, ahol sör, bor, uzsonna és más egyéb kapható. Paks község 15 millió korona segéllyel járult hozzá az uszoda létesítéséhez. A segély fejében a község szegény sorsú lakosai ingyen fürödhetnek. Az uszoda Paks idegenforgalmát is nagyban fogja emelni, mert a fővárosból már többen az egész nyári idényre lefoglaltak lakásokat. Tekintve, hogy a községháza csak egy karnyújtásnyira feküdt a korzótól, az ott székelő fürdőbizottság egyfajta turisztikai irodaként állt a nyaralók rendelkezésére, és a főjegyző személyesen is fogadta az igényeket, a nyaralók kéréseit. 1932 tavaszán, tehát áprilisban készülve a fürdőigényre, az előjáróság, illetve a fürdőbizottság a község lakosaihoz egy felhívást intézett abból a célból, kérték azokat, akik a fürdőidényre szobát szeretnének kiadni, ezen igényüket jelentsék be a községházára, hogy a nyaralók igényei tudják segíteni nagymértékben. Ebben az évben egyébként 1932-ben 4-500 nyaraló vendég járt itt Pakson nyáron. Mindez segítette az említett képes propagandafüzet, turisztikai kiadvány, amelynek a kiadás évét időközben egy országos labban megjelent rövid hírben sikerült 1934-re datálni. A Magyar Hírlapban jelent meg a következő pár sor 1934 év egyik számában. Megjelent Paks község fürdőbizottságának képes prospektusa, amely ismerteti Paksnak, mint dunamenti fürdő, kiránduló és szórakozó helynek szépségeit és előnyeit. Az ismertető füzet menetrendet is közöl, amelyből kiderül, hogy Paks hajón és vonaton könnyen megközelíthető a fővárosból. Ez a brosúra egyébként a Rosenbaum nyomdában készült, amely család könyvkereskedéseiben egy 800 kötetes kölcsönkönyvtár díjmentesen állt a nyaralók rendelkezésére.
Egyébként Paks a balatoni árakhoz képest egy olcsóbb dunaparti, dunamenti községek közé tartozott, amelyről azt írták, idézem, hogy a dunai homokja különösen a gyenge gyermekek edzésére kiváló és rádióaktív hatású. A füzetben azzal is csábították a Zátonynak is nevezett túlsóféli homokstrandra a családosok, a gyerekeseket, hogy a hosszan benyúló sekély meder kellemes és veszélytelen fürdőzési lehetőséget biztosít a legkisebbeknek is. A túlparti átjutáshoz csónakot lehetett bérelni, vagy pedig motoros kompot igénybe venni. A paksi oldaléke pedig az uszoda feletti árnyas sétány, korzó, a gesztenyafasor volt, amelyet fokozatosan fejlesztve egy rózsaligetes parkkal egészítették ki, ahol cukrászda is üzemelt nyaranta, a fára szerelve hangszorokból pedig zenei muzsika is szólt. 1937 nyarán már nem csak a fővárosból, de még Bécsből is érkeztek ide Paksra nyaraló vendégek, és a turisztikai helyzetről pedig dr. Polgár István főszolgabíró nyilatkozott a sajtónak, a következőket mondta. Árnyas dunaparti sétányunk, parkjaink, strandunk, a szép vidék és a kellemes éghajlat igazán a legjobb nyaralási lehetőséget nyújtják. Az országból százezrek utaznak külföldre nyaralni, pedig a Dunának párja nincs. Mindenkit olcsón és jól tudunk ellátni, és a fürdőbizottság most azon van, hogy a községet szépítse, és idegenforgalmunk fejlesztésével kereseti alkalmat nyújtsunk a népnek is. Kedves nézőink, innen folytatjuk a paksi dunai turizmus és a város első turisztikai kiadványának történetét. Tartsanak velünk legközelebb is!